Köszönjük szépen a pittypongosoknak, jönnek még vissza, és higgyék el, hölgyek urak, nem véletlen, hogy egy sportesemény. Ismételten a versenyzőknek a negyedik és az ötödik futam versenyzőkinek a helyén vannak. A következő rajtunk majd 11 óra 35 perckor lesz a negyedik futam rajtja, és akkor vissza a színpadi programhoz, vissza a táncosokhoz. Ismételten következik a pittypong néptánc csoport a színpadon Dunántúli ugrossal. István! Szabina, ezek utáljára? Kérdezzék, hogy bent jó? Thank you.
Kérem szépen, hogyha pontosak az információk, akkor fogunk még találkozni a pittypangosokkal, és hát miért ne lennének pontosak. Ami viszont teljesen pontos információ az az, hogy pontosan 25-kor, tehát 11 óra 25 perckor, egy bő negyed óra... Hölgyeim és uraim, kedves kísérő, kedves versenyzők, folytatjuk tovább a színpadi programot. Ahogyan ígértem, jönnek vissza a pittypangosok a színpadra. Hát Szatmárban sok minden jó dolog van. Gondolom, hogy az alma, az mindenféleképpen eszébe jut mindenkinek. A pálinka szerintem a második, hanem az első. Viszont ami az almánál és a pálinkánál is fontosabb, az az, hogy Szatmárban csodálatos táncok születtek. Láthatunk már ebből ízelítőt, egy karikázót és egy verbunkot. Most jön egy szatmári csárdás, lassú, illetve friss csárdás a színpadon, a Pittypang Néptánc csoport. Köszönöm.